Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulója alkalmából emlékeztünk hőseinkre március 14-én. A rendezvény a 48-as történelmi zászló koszorúzásával kezdődött. Koszorút helyeztek el, Sajószöget község önkormányzata képviseletében dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, dr. Boros István címzetes főjegyző. Fidesz-KDNP képviseletében dr. Mennyi Roland országgyűlési képviselő, a Borsod-Abolcs-Zemplén megyei közgyűlés elnöke, Fosztó Lászlóné a sajószögedi Fidesz elnöke, Biri László tag. Sajószögedi Kölcsei Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákönkormányzata képviseletében Bacsinszky Botond a diákönkormányzat főjegyzője, Muhi Eszter helyettes. Alternatív szakágak tárháza képviseletében Veres Andrásné elnök, Magyar Mihályné. Jobbik Magyarországért mozgalom képviseletében Balla Gergő országgyűlési képviselő, Földi István. A program a Művelődési Ház nagytermében folytatódott, ahol ünnepi beszédet mondott dr. Mennyi Roland, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője, a Borsod-Abolcs-Zemplén megyei közgyűlés elnöke. Zemplén megyei közgyűlés elnökét, hogy tartson meg. Hölgyeim és uraim, tisztelt ünneplő, emlékező közönség! Köszöntöm Önöket, nemzeti ünnepünk! Az 1848. március 15-i forradalom 166. évfordulója és a szabadságharcunk tiszteletére rendezett ünnepségem. Talán Önök is érezték már úgy, annyi mindent tudnak egy ünnepről, hogy nincs benne olyan tartalom, amivel még meg lehetne ismerkedni. Csak akik igazán elmélyednek, akár egy ilyen ünnepség keretei között, a dolgok lényegében azok képesek nem csak felismerni az új mondani valót, hanem megtalálni azt az üzenetet, azt a vonatkozást, ami új, mai jelentőséget ad. Sokan mondják, március 15 a nemzeti megújulás ünnepe. A 48-as forradalmi ifjak a szabadság eszméjét tűzték zászlajukra, és hagyták ránk a szabadság igényének kötelezettségét. Így és Gyula azt írja egy helyen: ha megvizsgáljuk a magyar ember lelki tulajdonságait, akkor valamennyi alján a szabadság és a haza szeretetét találjuk. Hölgyeim és uraim, az ünneplés célja végül mindig az, hogy megtanuljunk valamit önmagunkról. Arról, hogy mire vagyunk képesek, és hogy meddig vagyunk hajlandóak elmenni azért, hogy megvalósítsuk céljainkat. Az egyik kérdés éppen az, a jelenben mi a célunk? Mert bár a célok néha más hangsúlyt kapnak, mégis közös bennük a szabadság, az önrendelkezés iránti igény. Az, hogy magunk dönthessünk a saját sorsunkról, és hogy mérsékeljük a külföldi külső befolyás erejét. Ha végignézzük a magyar történelem nagy sorsfordulóit, akkor mindig ezzel találjuk szembe magunkat. Azzal, hogy társadalmunk különböző rétegei képesek áldozatot hozni a haza szabadságáért. Igaz persze, hogy mindenkorban más állt a küzdelem túloldalán, vagyis úgy is fogalmazhatnánk, mással kellett harcolni. Más ellen küzdöttek a márciusi ifjak, és mással kell küzdenünk nekünk. Kérdezhetnénk azt is, vajon valóban harcolnunk kell még ma is? És ha igen, milyen eszközökkel és kik ellen? Fel kell tennünk a kérdést, ki áll a másik oldalon? Kitől kell megvédenünk önrendelkezésünket, egyáltalán szabadságunkat, végső soron mit is jelent maga a szabadság? Az, hogy a játékszabályok között valahogy jól ellavírozunk, vagy az, hogy magunk szabjuk meg a játékszabályokat?
Én úgy vélem, ez utóbbi. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ha az előbb feltett kérdésekre a válasz az, hogy valójában mégse vagyunk szabadok, hiszen olyan erőknek, olyan játékszabályoknak kell megfelelni, amely tőlünk független, akkor már csak az a kérdés, milyen eszközzel küzdhetünk. Nyilvánvaló, hogy a mai kor fegyvere szerencsére már nem a kard, nem a lőfegyver. Más síkon, a politika síkján kell küzdenünk. De ki is az, aki megvívja ma a harcot? Van-e bárki, aki helyettünk megteszi? Erős a gyanúm, hogy nincs. Erős a gyanúm, hogy az elmúlt 166 évben e tekintetben semmi nem változott, vagyis hogy nekünk magunknak kell megküzdenünk saját magunkért. Azért, hogy mi dönthessünk saját dolgainkban. És mi a cél? A nemzet, a haza. Mindenek felett. Hogy ne mások húzzanak hasznot tehetségünkből, értékeinkből, erényeinkből. És hogyha az ünnep valóban arra való, hogy valamit mégiscsak tanuljunk saját magunkról, akkor nem kétséges, sőt, a napnál is világosabb, hogy ma is készek vagyunk harcolni saját szabadságunkért, csak immár más eszközökkel és más hatalmak ellen. Hiszem azt, hogy a magyar ember képes dönteni saját sorsa felől. Képes felismerni azt az ellenséget, akik hasznot akarnak húzni tehetségéből, és képes felismerni a barátot, a szövetségest. Akkor is, ha idegen, akkor is, ha magyar anya szülte, de elárult a nemzetét, a legfontosabbat. Miként Kossuth Lajos fogalmazott, ezredéves történelmünk bizonyságú szolgál, hogy nem vagyunk gyermeknemzet. 1848-as történelmünk bizonyságú szolgál, hogy nem vagyunk elaggott nemzet. Hölgyeim és Uraim! Ma kormányunk, akárcsak az ünnepelt elődök, szövetségese saját nemzetének, nem pedig külső hatalmak, külső erők elvárásainak végrehajtója. Képes szolgálni azokat, akik kezébe adták a jogot, hogy intézze közös dolgainkat. Mondhatjuk, a megemlékezés nem arra való, hogy politikáról beszéljünk. Ugyanakkor felteszem a kérdést, volt-e politikai szándék a márciusi ifjak cselekedetei mögött? Önök is tudják, mit kívánt a magyar nemzet, és mit fogalmazott meg 12 pontban. Közöttük olyanokat, mint felelős minisztériumot Pest-Budán, évenkénti országgyűlést Pesten, törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben, nemzeti őrsereget, közös teherviselést, nemzeti bankot, és még sorolhatnánk. Ezek, tisztelt emlékezők, bizony politikai, gazdasági, vagy ha úgy tetszik, nemzetpolitikai kérdések. Számomra ez azt jelenti, hogy aki felelősen szeretne gondolkodni, vagy csak mondani valamit március 15-ről, annak nem szabad megkerülnie ezeket a kérdéseket. Nem szabad legyinteni azokra a küzdelmekre, amiket a márciusi ifjak vívtak, és azt mondani, hogy ma ezek már nem kérdések. Az internet, a szupermarketek, a lehetőségek korában nem kell ilyenekről beszélni. De pontosan ez a veszély. Az, hogy az internet, a szupermarketek és a lehetőségek korában nem merjük felismerni, ha valójában semmi beleszólásunk a legfontosabb kérdésekben. És talán ez az a pont, ahol a számvetést megkezdhetjük. Nem a beszéd lendülete mondatta velem, hogy a kormány csak és kizárólag saját nemzetének szövetségese. A meggyőződésem mondatta velem, és azt szeretném, ha önök is megismernék az eredményeket, mielőtt legyintenének, vagy éppen ellenkezőleg egyetértenének velem. Család, település, nemzet. Akár választhatjuk ezt a felosztást is, miért ne tennénk? Hiszen ha jól belegondolunk, ezek azok a dolgok, amiért az ember végső soron csatába megy, sőt, végső soron akár ma is csatába menne. A család, a közösség, a szűke pátria, ahol él, és a nemzet, aminek keretei között egyáltalán létezhet a magyar. Kormányunknál, a magyar kormánynál a család az első, mint a nemzet templomát alkotó legkisebb tégla. Több 100 milliárd forintot hagytunk a magyar családoknál, a családi adórendszerrel,
adókedvezményekkel, rezsicsökkentéssel és egyéb intézkedésekkel. Hölgyeim és uraim, a közösség szintje, az önkormányzat szintje. Ha már az önkormányzatok nem úgy tervezik költségvetésüket, itt sem, hogy megfojtja őket az adósság. Azt hiszem, nem túlzok, ha azt mondom, hogy az adósságkonszolidációnk történelmi léptékű tett volt az önkormányzatok életében. És lépjünk a harmadik szintre, a nemzeti és haza szintjére. Talán ez az a két szó, amely március 15-én a szabadság fogalmán kívül a legtöbbször elhangzik. Nos, azt hiszem, itt sem kell szégyenkeznünk, hiszen már több mint 600 ezer külhoni nemzettársunk igényelte a magyar állampolgárságot. És azt hihetnénk, hogy mindenki számára evidens ebben a hazában, hogy a nemzet egy része határon túlél, nem virtusból, hanem mert sorsát így alakították régen külső tényezők. Azt hihetnénk, mindannyiunk számára nyilvánvaló, hogy ők ugyanúgy a magyar nemzet tagjai. Minket erősítenek tehetségükkel, szorgalmukkal, azzal, hogy hűek, ha kell, a legvégsőig hűek magyarságukhoz. És még valami. Most az expanzív gazdasági szellem a nemzeti érzéstől fűtve a gazdasági függetlenségben keresi a politikai függetlenség alapjait, mint Széchenyi és Kossuth korában. Hazai ipart fejleszteni, senkire rá nem szorulni, és ezzel politikailag függetlenné válni. Ez a vezérelvünk. Hölgyeim és uraim, mindezek után úgy gondolom elmondhatjuk, hogy március 15-e arra tanít bennünket, hogy fel kell ismernünk a farkast az ajtó előtt. Meg kell találni és fel kell ismerni a szövetségest, és ami még fontosabb, meg kell tudnunk fogalmazni közös céljainkat. Mert soha semmit nem adnak ingyen. A szabadságot és a szabad önrendelkezést sem. Mindig megvannak azok a helyek és megvannak azok az idők, amikor helye és ideje van a döntésnek. A döntésnek, melyet eleink karddal léptek, nekünk felelősségtudatunk a fegyverünk. És ne felejtsék, kit sem a hatalomnak parancsszava, sem becstelen érdekek, sem hiúság és a pillanatnyi népszerűség nem vezetnek, hanem keresi a hazajavát és követi saját meggyőződését, az könnyen viseli a felelősség terhét. Megvan a helye és megvan az ideje a döntésnek, amit családunkért, hazánkért, gyermekeinkért, a nemzetünkért, a jövőnkért hozunk. A döntésnek, amit demokráciában szabad választásoknak hívunk. Ezekkel a gondolatokkal kívánok Önöknek méltó és békés ünneplést. Köszönöm, hogy meghallgattak. Az emlékműsort a Miskolci Nemzeti Színház művészei adták elő. Közreműködtek Fandl Ferenc, Dériné Díjas és Gombár Ágnes színművészek. Volt benne egy nemzet a halott, megillettük, és 14 millió szív földobogott. Egy szóvá és egy érzeményé olvadt össze a haza, az érzelem lelkesülés, a szó szabadság vala. Most mélységekből szakadt föl a szó, s nem csinált virág, nem papírhajó, de óceán sötétjén égő gája, amit repít a szív tajtékos tagája. A mélyben le, s a mélyből újra fel. Ma szólni nem lehet, s ma szólni kell. Szeretlek néven. Mi ez? Szokás? Nyelv vagy történelem? Történelem-e szó? Szeretlek, mint halálik. Szám, én is elhalok. Mint a levél, ha elszárad a fa. Mint a gyermek, kit elhány az anya. Szeretlek néven. Mint halálik. Ha te nem vagy, nincs álom. Illat, szín, az élet babiloni vizei.
Nincs fákja, amit a szív magasra tartson, és ülünk egyformán a szürke parton, alélt lelkek egy alélt földtekén, és ha te nem vagy, nincs-e költemény. Egészetek harangok, siessetek csatában, Isten tolja, hogy szálljatok a szegény földcsarába. Segíts harang dőlni, ne látod így nem marad. Most majd álljunk bőrnél, imádságodnak. Megkészsetek harangok, siessetek csatába. A harsod dobperek, kész a csatára a sereg előre. Sűrít a golyó, csend a tart, ez lelkesíti a magyart előre. Föl a zászlóval magassa, egész világ hadd láthassa előre. Hadd lássák és hadd olvassák, rajta szent szó van, szabadság előre. Aki magyar, aki vitéz, az ellenséggel szembenéz előre. Mindjárt vitéz Mihály magyar, ős az Isten egyet akar előre. Véres a föld a lábam alatt, lelőtték a pajtásokat előre. Én se leszek rosszabb nála, berohanok a halálba előre. Hullna két kezünk is, ha mindjárt itt veszünk is előre, hogyha el kell veszni nosza, mi veszünk el, ne a haza, előre! Most is új erőt ad és lelkesít, hogy hagyjál légy megint, bár csak érteném a múlt intő szavát. Az érevésed jelzés, mi csak szívünk rá. Végül a Búzavirág népdal görés citera zenekar előadása következett. Itt az idő most, vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, választhatok. A magyarok Istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak ősapáink, kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem mutatnak. A magyarok Istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Sehonnai vitangember, ki most, ha kell, halni nem mer, kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete. A magyarok Istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láncnál a kard, jobban ékesíti a kard, és mi mégis láncot hordunk, ide veled régi kardunk. A magyarok Istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar nép megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez, mit rákeltek a századok, lemossuk a gyalázatot. A magyarok Istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hol sírjaink domborulnak, unokáik leborulnak, s áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok Istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Thank you.
Katonának téged tesznek kapit.
éppen a Kutavirág népdalkörnek és a Citera zenekarnak a közreműködés, és Okvárd Dezsőné karvezető asszonynak, hogy betanított ezt a szép műsort a népdalkörnek. Tisztelt ünneplők, ünnepi műsorunk véget ért. A szózattal zárjuk ezt a ma estét. A magam és az önkormányzat részéről kívánok mindenkinek békés, boldog és szép tavaszi ünnepet. Thank you.